Befejeződött a női kézilabda bajnokság, egészen pontosan tegnap, vagyis szerdán ért véget, úgyhogy a mostaninál talán nem is lehetne ideálisabb időpontot találni arra, hogy értékeljük a mostani szezont. Jó estét kívánok! A vendégünk itt a stúdióban, Deli Rita, szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó estét kívánok! Ugye sok érdekességet tartogatott az idei szezon, főleg itt a vége, és miatt az Albafehérvár KC-ról beszélnénk, egy picit beszélünk arról, hogy ami az elején történt, hogy tulajdonképpen egy gólon múlott a bajnoki cím, szerintem ilyen nem nagyon volt, egyáltalán nem volt a női kézilabda bajnokságok történetében hasonló lebonyolítási rendszerben, amikor nem bajnoki döntőt rendeztek, hát mit szólsz hozzá, hogy így alakult, és végül a Győrnek kedvezett? Hát kézilabda szempontjából azt gondolom, hogy ez végig kielezett és izgalmakkal telített volt a bajnokság, hiszen az utolsó forduló az még mindig tartogatott akár meglepetést, vagy akár várakozást. Végülis így eldőlt, hogy a Győr egy gólos plusz gólkülönbséggel meg tudta nyerni a bajnokságot. Ez azt is jelzi, hogy tulajdonképpen a mostani női kézlabda, a női magyar bajnokság az milyen kiélezett, akár hogyha az első-második helyzetről beszélünk, vagy akár a többi csapatról. Hát most valaki nagyon örül, valaki nagyon bosszankodik. Azt gondolom, hogy a közvélemény is nagyon-nagyon megosztott volt, hogy most miért így kell játszani. Azt gondolom, hogy bajnokság közben nem lehet a versenykiírást megváltoztatni. Így volt a kiírás, gyakorlatilag valahogy el kell dönteni a bajnoki cím sorsát, illetve a helyezéseket, úgyhogy ezzel azt gondolom mindenki tisztában volt, úgyhogy ennek tudatában játszott azt gondolom mindegyik csapat. Nekem a fejemben még egy dolog fordult meg, ugye a Győr megnyerte a Bajnokok Ligáját a Ferencvárosnak, mert tulajdonképpen közesen volt ahhoz, hogy bekerüljön a BL Final Four-ba, itt a hazai bajnokságban meg egy gól döntött, tényleg egymás ellen ugyanazt az eredményt érték, kettővel nyert itt az egyik, kettővel ott a másik, 878 gól dobott a Fradi, 860-at a Győr, tehát tényleg minden mutatóban nagyon közel voltak egymáshoz, nemzetközi porondon meg hát nem is az, hogy ég és föld, de azért elég messze. Igen, ezért az erősebb és tapasztaltabb. Azért a Győr hosszú idők óta egy nagyon-nagyon tapasztalt csapat, hiszen a Bajnokok Ligájában, a Final Four-ban már évek óta részt vennek. Ez a fajta tapasztalat, ez mindenképpen fontos. Másrészt azért olyan szintű játékosaik vannak, és ezt nem lebecsülve a Ferencváros játékosait, akik már ebben edződtek, nem csak a Győr színeiben, hanem már évek óta sok rutinos játékossal játszanak. Gyakorlatilag itt ugye a sok sérülésük miatt az a 8-9 ember, azt gondolom, hogy már az egymás gondolatát is álmukból felkelve ismerik. Ez mindenképpen a Győr mellett szólt. És az a csapatkohézió, amit én magam is láttam személyesen a Final Four-on, vagy a Final Four előtt játszottunk éppen a Győrrel, egy olyan csapatszellemet képviseltek, ami mindenképpen egy plusz motivációt jelenthetett a Győr számára. Én erősebb csapatnak érzem a Győrt, még akkor is, hogyha a bajnokságban gyakorlatilag két-két gól választotta el őket. Hát ennyit akkor a két elsőről beszéljünk, akkor az Albafehérvár KC-ről, ugye tegnap Dunaújvárosban egy szoros meccsen 3 góllal kikaptatok. Milyen volt az a találkozó? Lett volna esély a pontszerzésre, a győzelemre, hogy látod így utólag? Mindenképpen most a bajnokság végén egy jó formát mutatott a csapat. Tehát úgy utaztunk Dunaújvárosba, hogy ezt megelőzően azért eljátszottunk, és győztesen tudtuk elhagyni a pályát itt hazai pályán, és hát így gyakorlatilag egy nagyon jó élménnyel fejeztük be az itthoni közönség előtt. Úgyhogy olyan reményekkel utaztunk Dunaújvárosba, hogy itthon egy góllal kaptunk ki, az is egy nagyon-nagyon kiélezett mérkőzés volt, úgyhogy szerettük volna ezt megismételni. Én mérkőzés volt azt mondom, hogy 50-50% esélye vagy nekünk, vagy a Dunaújvárosnak. Ez tulajdonképpen be is igazolódott, mert végig szoros volt a mérkőzés. Mi jobban kezdtünk, nyitottabb fallal védekeztünk, pontosan azért, mert Micijevic, aki egy nagyon-nagyon magas lövő, hát gyakorlatilag Bilal a Bandelierhez tudom hasonlítani, vagy még nála is magasabb, őt próbáltuk ezzel egy picit hátrébb szorítani. Aztán a kapus védelem kapcsolata nem úgy működött, ezért visszahelyezkedtünk hatos falra. Hullámzó volt a teljesítmény. Volt egy-két olyan játékos, aki bármennyire is szeretett volna, mert az akarat abszolút megvolt az egész csapatban, nem tudta azt megismételni, ami az érdelen mérkőzésen az ő erőssége volt. Úgyhogy küzdöttünk, az akarat, a küzdeni tudás az megvolt a csapatban, de az egy-az egyekbe alul maradtunk, a Dunaújváros ott jobb volt.
És az, a végjátékban, vagy azt mondhatom, hogy az utolsó 15 percben ott Ogontoja Viktória egy nagyon kiemelkedő teljesítmény nyújtott, és ott nem tudtunk átlendülni, bár egy gólra megközelítettük a Dunai Várost, és végül is 3 gólos vereséget szenvedtünk. Azt gondolom, a Dunai Városban ki lehet kapni. Bajnokság végkimenetelét tekintve igazából a pontszámok máshonnan hiányoztak. Ezeken is mindjárt végigszaladunk, az MTK pedig ugye megtette azt a szívességet, hogy sportemberi nagyságukról tettek tanúbizonyságot az MTK-s lányok, hogy számukra egy teljesen tét nélküli mérkőzésen, mert sem előrébb, sem hátrébb nagyon nem végezhettek volna. Legyőzték a Debrecent, így lett 8. az Albafehérvár KC. Ez a realitás? Hát ez nem tudom, van annyi műsorító, hogy ezt mind megbeszéljük. A realitás gyakorlatilag az év során, a szezon során, hát lehet azt mondani, hogy igen, nyilván nem vagyok elégedett, mert edzőként mindenképpen szerettem volna előbb végezni a csapatommal. Nehezen indult, aztán voltak benne... Tehát az ősz második még... fele picit jobb volt, igen. A januárt azt felejtsük is el, az a hónap az nem létezik idén. Így van, és gyakorlatilag voltak benne nagyon nagy csúcspontok, voltak benne mélypontok. Én azt gondolom, hogy az volt talán a legnehezebb, hogy úgy éreztem, hogy folyamatosan építkezünk, folyamatosan építem a csapatot, valakit beépítettem, valaki kikerült belőle, vagy sérülés miatt, vagy más miatt, azért itt volt a csapat... belül is nagyon sok nehézség, illetve azok az új játékosok, akik érkeztek, azt én mindig szoktam mondani, hogy külföldi játékosnak, új játékosnak mindig kell egy év, és most ez a tavasz, ez arra a tanúbizonyságot, hogy gyakorlatilag most egy Siófok ellen, egy Érd ellen, egy MTK-n olyan magabiztos győzelmet tudtunk aratni, ami eddig nem volt jellemző, vagy legalábbis ebben a szezonban nem volt jellemző. Tehát a fejlődés az mindenképpen azt mutatja, hogy jó úton járunk. Még hogyha ez a helyezésben nem is mutatkozik meg, de hogyha csak végignézem a tabellát, és végignézem, hogy kik ellen milyen eredményeket értünk el, és hogy mik tépázták a lelkét a csapatnak, a 7 olyan mérkőzést játszottunk, ahol gyakorlatilag egy gól döntött a győzelem, a vereség, vagy a döntetlenről. Ebben az évben mi ebben szerintem csúcsot döntöttünk, egyetlen olyan csapat sincs a bajnokságban, aki ilyen sok egy gólos mérkőzést játszott volna. Ebben a szezonban nem felénk hajlott a mérleg, még azt mondhatom, hogy 50-50%, mert gyakorlatilag 2 olyan mérkőzésünk volt, amit mi egy góllal nyertünk meg a végén, vagy döntetlen. Számolgatni nem kell, de ez a tényekhez hozzá tartozik, hogy most mi ebből jöttünk ki vesztesként, de ez azt is jelenti, hogy akár egy Érd ellen, akár egy Dunai Város ellen, vagy akár egy Debrecen ellen, Kisvárda ellen ott voltunk, de most mi voltunk azok, gyakorlatilag egy csapatot tudtunk magunk mögé szorítani, az a Debrecen. Viszont, hogyha az erősítéseket nézem, akár egy Kisvárda, akár egy Siófok, akik mondjuk tavaly mögöttünk végeztek, játékos állományban, lehetőségekben mindenképpen előttünk járnak. Hát illetve csak azt megnézzük, hogy mondjuk a harmadiktól lefelé kivel milyen eredményeket, vagy milyen meccseket játszottunk, ugye Érd tőle tükörsima vereség, igen, és egy győzelem, ugye Dunai Város ellen 2 szoros vereség, Siófok ellen 1 sima vereség, egy döntetlen, Váccal egy ugye nagyon szoros mérkőzés, egy gólos meccs ősszel, aztán egy hullámzó, hektikus, de összességében sajnos sima vereség Kisvárda ellen, meg 2 szoros... Egy gólos, meg 2 gólos. Igen, tehát hogy van ebben hullám, és meglátszik az a tendencia, amit te is mondasz. Ez a hullámzó teljesítmény volt adott esetben a kevésbé sikeres szezonnak az oka, hogy voltak játékosok, akik... bizonyos mérkőzéseken dobtak 11 gólt, vagy 10-et a következőn, meg a lelátóról is kihajították a labdát. Szóval ez volt az egyik probléma? Ez volt az egyik, hogy nem tudtam, mennyivel én vagyok az edző, tehát nem tudtuk stabilizálni bizonyos játékosoknak a teljesítményét, de ennek nagyon sok tényezője van, hogy ez mi miatt alakulhatott így ki. Nyilván nagyon sok olyan játékos van, akit esetleg több poszton is bevetettem, és megfelelt az elvárásoknak, vagy igazából meg is lepett engem, hogy azon a poszton is nagyon komoly teljesítményt tud nyújtani. Bocsánat, így közbeszúrok, de azért az elég komoly kritika. Én, ahogy én láttam kívülről a szezont, hogy
hogy a legjobb meccs, ahol a legjobb teljesítményt beálló poszton nyújtotta a csapat, az egy olyan mérkőzés volt, ahol sem Maier Szabina, sem Zsilinc Kátya nem játszhatott, és Mendy játszott talán 50 percet beállóban, meg 10-et Hudránik, és ez volt az a mérkőzés, ahol a legtöbb beálló gólt szereztük. Igen, igen. Hát Mendynek nyilván visszajönnek a judós múltjai, mert ő judózott régen, és egyébként fantasztikus ritmusérzékkel rendelkezik, olyan dinamikával tud a beállós poszton játszani, főleg, hogyha egy nyitott fallal szembe találkozunk, hogy hát gyakorlatilag élmény számba ment, és öröm volt nézni. Hát Hudránik meg gyakorlatilag ahova rakom, ott próbál 100%-ot nyújtani. Most lesz majd össze 18, már játszott szélsőt, irányított, átlövőt, beállót, jövőre kapus poszton nem, is kipróbálva. Nem. De ez azt a fajta alázatot, azt a fajta mindenáron való megfelelést jelzi, és ő egy igazi sportember és egy nagy tehetség. Nyilván ő irányító. Belső posztokon gyakorlatilag átlövőben bárhol, nagyon jó cselezőkészséggel rendelkezik. Én azt gondolom, hogy nagyon sok pozitívuma volt ennek a bajnokságnak, olyan emberekre is felfigyelhetett a mostani NB1, akiket eddig nem ismertek, akik itt nálunk nevelkedtek, és gyakorlatilag, akár egy Boldi Zsár Biancát, hogyha mondok, a hármas pozícióban ő most már egy meghatározója az Albafehérvárnak, de akár Hudránik, ő, aki a sérülése után nagyon jó teljesítményt, akár Vácon, tehát ott egy nagyon pozitív teljesítmény nyújtott. Vannak még tartalékaink ilyen szempontból, Rózsás Józsefin, akit a Fradi ellen gyakorlatilag nagyon biztosan irányította a csapatot. Sok rétű, tehát nyilván valamivel nem vagyok elégedett, valamivel viszont nagyon sok egyéni képességben, teljesítményben léptünk előre. Mi az, amit ma már másként csinálnál, így ha ezt a szezont vissza lehetne pörgetni az elejére? Most egy dolog, hogy mondjuk Bajraktarovicsot nem igazoljuk le, de azon kívül. Hát igen, ezt el is felejtettem, úgyhogy jó, hogy emlékeztetsz rá. Bocsánat. Hát ott volt egy kényszerhelyzet, ugye, amikor Hárosi megsérült, tehát akár kapus pozícióban, tehát a Vác ellen, ha már említettük, úgy álltunk, hogy Misty Nakéti volt az egyetlen kapusunk, és a juniorból, hogy gyakorlatilag megállni a csapat, és ha bármi történik vele, akkor ugye egy másik kapusunk volt ott, tehát nyilván sok mindent nem tudnék máshogy csinálni, valamit nem tudok lerövidíteni, azt a tanulási folyamatot, azt a fajta taktikai repertoárt, amit én azért szeretek megtanítani a csapatomnak, hogy védekezésben, több variációban tudjunk játszani, vagy támadásban felkészült legyen a csapat mindenre, akár a 7-6 elleni játékra, akár a két beálló játékra. Lehet, hogy ezeknek a játékoknak talán a leszűkítése vagy minimalizálása az most már így tudva, hogy itt nagyon-nagyon sok új ember volt, akit be kellett építeni, lehet, hogy egy picit le kellett volna szűkítenem, és talán egyértelműbb lett volna a játékosok számára, lehet, hogy egy picit túl sok volt az információ, de aztán el is rácáfoltak, mert volt olyan meccs, amikor Debrecenben játszottunk, hogy gyakorlatilag ott viszont meg tudták oldani. Volt rajtuk teher bőven. Lehet, hogy ezt a terhet talán jobban le kellett volna venni a vállukról, mert az a fajta állandó stressz helyzet, hogy egy góllal kikaptunk, ugye ez a szezon elején történt, aztán megint egy góllal kikaptunk. Ezeket a folyamatosan tépázta az önbizalmat. Nem vagyok olyan típusú edző, aki nagyon kiabálna, vagy elvenni az önbizalmukat. Én azt gondolom, hogy nagyon pozitív ember vagyok. Nyilván az elvárásaim azok magasak. Lehet, hogy ezt érezhették a játékosok, hogy ez mindig fenntartott volt, de hát az elvárás az nyilván nem csak tőlem, az egyesülettől is ugyanaz volt. Talán ebbe lehet, hogy egy picivel több nyugodtságot sugározhattam volna a játékosoknak. Bár lehet, hogy néha kiabálni kellett volna, nem? Azt is megtettem. Erről tudnának a játékosok sokat mesélni. Én mindenben próbálom őket támogatni, de volt, amikor meglepődtek, amikor az ajtó előtt álltak. Most azt nem részletezném, hogy melyik meccsen volt ez, de van ilyen is, tehát van a kiabálós. Az összességében, hogyha a szezon végét megnézzük, akkor ugye itt volt egy Budaörs elleni mérkőzés, amelyik ugye egy góllal a mi javunkra dőlt végre el, ugye hosszú-hosszú idő után, aztán jó utána volt egy Békés Csabán azért egy csúnyácska fájó kisiklás, azért
tényleg két magabiztos győzelem, a Siófok megszorítása Győrben 30 percig teljesen jó helytállás, egy Érd elleni győzelem, meg egy Dunaújváros elleni szoros vereség. Tehát összességében a szezon vége az olyan, hogy talán nem most kéne, hogy véget érjen. Hát én ezt mondtam is, és nem csak én, hanem azt hiszem Temes Bernadett volt az egyik mérkőzés után a sajtótájékoztatón. Igen, tehát most érzem úgy, hogy most az a fajta lendület, az a fajta hit, az a fajta magabiztosság, hogy amit meséltem, hogy most már készségszinten tudják a játékosok, és azok a fajta egymás páros-hármas kapcsolatai a játékosoknak főleg védekezésben, meg hát támadásban is. Ez most egy olyan hitet adott nekik, hogy ez most már eredményben is megmutatkozott, úgyhogy remélem, hogy hát fogjuk tudni így folytatni most a hosszú szünet után, hogy ez egy biztonságot adhat, és azt tudom mondani, hogy azért a csapat gerince marad, úgyhogy ez egy plusz olyan pozitívuma lesz a csapatnak, hogy erre fogunk tudni építeni, és hogyha ezen az úton haladunk tovább, akkor remélem, hogy valahol itt tudjuk majd elkezdeni a bajnokságot. Na, mindjárt beszélünk a jövőről is még egy picit, viszont januárhoz visszatérnék egy kérdés erejéig, ugye azért tényleg egy nagyon pocsék periódus volt. Tehát gyakorlatilag aki szembe jött velünk, az legyőzött bennünket. Megfordult a fejedben ott, hogy akkor ezt most el kéne engedni, ezt a dolgot? Meg. Ilyenkor mindig nyilván az ember saját magában keresi a hibát, mert én mindig úgy vagyok, hogy nem a játékosokra tolom, hanem rengeteget foglalkozok a taktikai felkészítéssel, rengeteget videózok, ezt a játékosok is tudják, olyan anyagot kapnak a kezükbe, amit előzőleg én már feldolgoztam. Tehát olyan sokrétű az edzésmunkának a kialakítása is, hogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy esetleg egy másabb fajta szellemiségű edző, egy másabb stílust képviselő edző, lehet, hogy ebben más ingereket tud adni. És akkor utána végülis végig gondoltam, hogy azért most gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ez a harmadik szezon, amit ugye vezetőedzőként eltöltöttem, hogy rengeteg, hát mondhatom azt, hogy azért már van benne tapasztalat. A tavalyi évben egy nagyon-nagyon komoly éven voltunk túl, ahol Európa-kupába szerepeltünk, és nagyon komoly csapatok ellen vezettem ezt a csapatot. És akkor ugyanakkor ott jött egy olyan másik fajta sugallat is, hogy akkor most miért is adnám föl tulajdonképpen, ha lehetőségem van arra, hogy ne adjam föl. Aztán kitartottam, tehát bennem is ugyanaz a fajta sok nyomás, az a fajta belső motiváció, az gyakorlatilag megmaradt. És azért a sportolói múltamból tekintve úgy voltam vele, hogy nem adhatom fel. Játékosaimtól is kaptam olyan visszajelzéseket, mert nyilván azért a játékos is érzi, hogy valami esetleg megtört az edzőben, még hogyha nem is mutatja, mert ez az gondolom nem szabad, hogy mutassa. Úgyhogy ez egy újabb lendületet adott. Az a fajta minden nap az ember fel kell, és újult erővel neki indul a feladatnak, ez valami áttört bennem. És hát adott egy újabb motivációt, és egy újabb fajta kitartást. Na, akkor beszéljünk a jövőről. Mit lehet elárulni, mi az, amit már lehet esetleg tudni? Ugye az annyit említett, hogy a csapat gerince együtt marad, de hát ugye itt a szezon vége, ilyenkor szoktak jönni a bejelentések, meg ugye a legtöbb klub arra hivatkozik, hogy majd a szezon végeztével hozzuk nyilvánosságra a jövőket, menőket. Lehet-e már tudni esetleg arról, vagy beszélhetsz arról, hogy kik azok, akik mennek, kik azok, akik érkeznek? Hát igazából én tudom, hogy kik mennek és kik jönnek. Nyilván a kérdés erre irányult. Azért nem szeretnék még elébe menni, ma lesz egy záró bankettünk, ahol gyakorlatilag azokat a játékosokat, annyit mondhatok, hogy három távozónk lesz. Ez talán hosszú idők óta a legkevesebb létszámot tekintve. Neveket még nem szeretnék mondani, mert az Egyesület szeretné hivatalosan bejelenteni a távozókat, illetve az érkezőket, illetve van olyan játékos, aki még a Leendő Egyesületében sem jelentette, hogyha nem szeretném ezt megelőzni. Egy másfajta szemléletet szeretnénk képviselni, vagy folytatni azt, amit azért már elkezdtünk, hogy építkezve nyilván azokra a kulcsjátékosokra, és az most mindegy, hogy magyar vagy külföldi, de megtartva azt a 4 kvótát, ami rendelkezésére áll a csapatoknak, hogy
különösebb költség nélkül tudjuk őket gyakorlatilag versenyeztetni, úgyhogy nem szeretnénk ezt túllépni. Tehát úgyhogy akkor ezt a minimális... akkor lesz légiós, aki távozik, és, igen, és magyar játékosok jönnek főleg. Így van, így van. Tehát 4 játékost szeretnénk megtartani, illetve még élő szerződése van, és a többieket pedig magyar játékosokkal kiegészíteni. Nyilván itt vannak posztok, most nem akarok nevet mondani, de a Percéderos gyakorlatilag az egész szezont egyedül vitte végig Kudránikő segítségével, úgyhogy ott mindenképpen szeretnénk erősíteni, vagy kiegészíteni a Percének a játékát, és hát nyilván kapusposzton is még szeretnénk egy új játékost hozni, úgyhogy gyakorlatilag ezek a változások, illetve kölcsönben még lehet, hogy nagy egyesülettől tudunk fiatal játékosokat hozni, és azok, akik itt vannak, azokat meg tovább szeretném beépíteni. És ugye vannak fiatal tehetséges játékosok, akik például sérültek, Piller Kármen vagy éppen Tóroszki Sára. Így van, úgyhogy... Ők hát, is adott esetben új igazolásnak számítottak. Így van. Azt gondolom, hogy ők mindenképpen a jövő ember, és ők már be is bizonyították ezt, hogy képesek rá. Azokkal a csapatokkal, akik most ilyen egetrengető nagy igazolásokban vannak, egyszerűen nem tudjuk felvenni a versenyt, és azért voltak olyan jelek, amikor a kupában szerepeltünk, hogy hát azért sajnálatosan ez a csarnokunk nem nagyon alkalmas arra, hogy nemzetközi kupában szerepeljünk, úgyhogy akkor is már egy külön engedéllyel tudtunk játszani. Jelen pillanatban ezt tudomásul kell vennünk, nyilván szeretnénk jobbat és jobbat, de most ez a realitás, úgyhogy a kereteinken belül szeretnénk azokat a legtöbbet kihozni, amit egyrészt anyagilag az egyesület tud számunkra biztosítani, és hát azoknak megfelelően gyakorlatilag a helyezésekben minél előbb. Akkor jól értem, hogy a következő szezonban nem az lesz kimondva célú, hogy én csúnyán fogalmazzak, hogy 4 közé kell kerülni és nemzetközi kupázni kell, hanem nem. Fontosabb lesz az építkezés. Biztos, hogy nem. Igen, igen, igen. Mint ahogy eddig is volt. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretném, hogy azok a játékosok, akik eddig bemutatkoztak, és most már kezdik a gyakorlatilag a gyökereiket egész jól leágyazni az NB1-ben, azok tovább fejlődjenek, és akiket te is mondtál, tehát akár a Hudránikő Utasi Linda még azért várat magára, ővel szándékosan nem akartam túl korán bevetni, mert azért neki egy másfél év kihagyása térde miatt kiesett. Én benne mindenképpen bízom, Rózsás Josephine, Piller Kármen, akit te is, de tehát vele kapcsolatban még egy hosszabb rehabilitáció vár. Úgyhogy alig várom, hogy ezek az emberek visszatérjenek, és én azt gondolom, hogy a közönség szempontjából, Fehérvár szempontjából biztos vagyok benne, hogy még nagyobb támogatottságot fogunk kapni. Ha máshogy nem is, de akkor a szurkolók azokat a játékosokat láthatják itt, akik azért csak itt nevelkedtek. Program hogy néz ki? Gondolom most kapnak a lányok egy pár hét szünetet, és abban biztos, hogy tudod, hogy mind nagyjából már mikor kezditek. Abszolút. Igen. Hát rossz is kimondani, mert gyakorlatilag hát 5,5-6 hetük van a lányoknak. Ma lesz a záróbankettünk, holnaptól már mindenki elutazhat. A jövő hét az már a válogatott hét, úgyhogy gyakorlatilag ezért nem is sok értelme lett volna még egy hetes edzést tartani. Úgyhogy mindenki már készül arra, hogy merre repül a világba, illetve hova megy nyaralni, de ez nem azt jelenti, hogy a lányok 6 hétig felteszik a lábukat, ez most már évek óta gyakorlatilag tendencia, hogy kapnak egy 4 hetes egyéni programot, amiben futás és erősítő program lesz, tehát úgy kell nekik visszajönni, hogy a kondíciójuk az fenntartott, hiszen nem lehet a nulláról kezdeni. A jövő szezont azt július 11-én kezdjük, Budapesten egy futótesztel, ami gyakorlatilag nem csak azért, hogy kontrolláljuk, hogy ők mit csináltak nyáron, hanem azért is, hogy tudjunk velük tovább dolgozni, azért a belső értékeiket kell tudnunk. És erre építve Mihalovcéra fogunk menni egy tornára, akikkel nagyon jó az egyesületnek a kapcsolata, illetve Dunaújvárosba, és közteedző mérkőzések lesznek. Gyakorlatilag már majdnem kész vagyok a teljes nyári programmal, és szeptember első hetén fogjuk kezdeni a jövő évi szezont. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor jó pihenést kívánok neked erre a következő néhány hétre, és majd nyilván a felkészülés minden fontos momentumánál ott leszünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Önök pedig maradjanak továbbra is velünk itt a Fehérvár Televízióban, ez volt már a Bajnokok Városa, ez a műsor legközelebb majd egy hét múlva lesz itt nálunk, viszontlátásra!